Már 2 órája legalább gépeztek, tegyétek már le! Ennyi volt, menjetek ki a friss levegőre most! Gyere te is! Jó! Egész nap telefonoznak, nem bírok velük. De kitaláltam valamit, csak eléggé durva. Ti már megint telefonoztok? Tegyétek le! Jó! Szóval kéne egy kis segítség, te tudnál segíteni? Marci, ezt te tetted a zsebembe? Nem, én tettem. Nem tudom, miről beszélsz. Kapsz 200 pont. Ez mi? Nekem is van valami. Mi? Kapsz jó, kapsz 200 pontot, ha megtalálod a Göllér téren a láthatatlan embert. Ó, akkor menjünk el oda. Hé, oda! Hé, az a miénk! Ez? Igen, tessék visszaadni. Végig a nyomotokban leszek, és meg fogom akadályozni a küldetéseteket. Hova lett? Mindegy, mi van a borítóban? 200 pont, szedjetek össze 1000 pontot. A következő pontokat Károlynyúlnál találjátok. Azt tudom, hé, hol van. A Károly kertben van. Igen. Menjünk. Úristen, megint itt van ő a maszkos. Sem van kerítve a boríték. Mit csináljunk? Majd én elterelem a figyelmet, addig te vidd a borítékot. Jó. Úgyse tudsz elkapni? Pont. Keressétek a feneketlen tónál az embert, akinek elfogyott a regimentje. Kossunk le is, nem? Menjünk. De, menjünk, nézzük meg. De hát szóval. Biztos van, hát ezt írja a lap. Hát szerintem nincs. Jó, gyere, kérdezzük meg is. Nem tudod, merre van a Kossuth szobor? Ő az. Bocsi, elírtam. Bartók szobrot kell keresnetek. Mondtam, hogy hé, nem. Hé, ez az. Az az, igen. Ha? 500 pont. Győztetek, mehettek haza, ott vár a jutalom. Juhú, irány haza! Képzeltek, hogy nem fogod elkezdeni, mi történt legszerebb, ott az ember üldözött minket, akiket a fiatalok, fiúk. Ő volt az! Fisi vagyok, az unokatestvéreknek nem emlékszem. Szia, Misi! Ezt én találtam ki, hogy egy picit a szabadban is tegyetek, és már elsabad, nem fogjatok. Na is az ajándék? Igen. Itt van. Továbbra nem köszönjük. Á, nem kell. Kimegyünk Misivel játszani. Igen. Jó, jössz, Misi, jöttek meg. Gyere. Szép volt.